Nagy-nagy szeretettel köszöntöm a tisztelt hallgatóságot, a Móricz Zsigmond Alapfokú Művészeti Iskola furuja, valamint zongora tanszakos tiszalpári növendékeinek félévi hangversenyén. Külön szeretettel köszöntöm körünkben Poyák Albertnét, Művészeti Iskolánk tagintézményvezetőjét. Köszönjük, hogy átjöttél Tiszakécskéről. A mai esténk mottójának Kodály Zoltán gondolatait választottam. Így ír. Aki zenével indul az életbe, bearanyozza minden későbbi tevékenységét. Az életnek olyan kincsét kapja ezzel, amely átsegíti sok bajon. A zene tápláló, vigasztaló elixír, és az élet szépségét, ami benne érték, azt mind meghatványozza. Önöknek és mobiltelefonjaiknak kellemes kikapcsolódást kívánunk. Az első szereplőnk Címer Diana lesz, akitől a Bója Bója Gilice és a Búj Búj Megyek című gyermekdalokat hallgat. Marsa Flórát hallhatjuk, aki Pap Lajos Verebek a Libikókán című kis szösszenetét adja elő. Tőle a Kele-Kele Fűzfa és a Tarka-Szarka című gyermekdalokat hallhatjuk. Következik, aki Pap Lajos 22. legátó gyakorlatát, illetve egy népdalt, Anyám, édesanyám adja elő. Thank you.
az életében egy tanévben két fontos mérföldkő van. Az egyik a legfontosabb az az évvégi vizsga, a másik nagyon fontos az a fél év pályán lévő tanszaki hangverseny, és a tanszaki hangverseny az a, elsősorban a szülők számára van, hogy a gyerekek megmutassák, hogy mit tanultak szeptembertől. Az évvégi vizsga pedig már inkább szakmai jellegű, és ott általában a többi tanár hallgatja meg a szaktanáron kívül a gyerekeket, hogy az egész év alatt mit sikerült megtanulni. És hát most akkor ez az első ilyen fontos megmérettetés, az első szereplés. Elsősorban azt szeretnénk, hogy mindenkinek jó élménye maradjon ezzel kapcsolatban. Éppen ezért van ez a közeg, hogy ennél jobb hallgatóság nincs, mint a saját szüleik. Bízom benne, hogy a szülők is jól érzik magukat és a gyerekek is. Következzen Bartók Hanna, aki a fecskét látok, és az apám adott pántlikát című gyermekdalokat játszik. És most névnapja alkalmában lejátsza nekünk a Petiéknek udvarában melegek a kavicsok és a Háp 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 című gyermekdalokat. Thank you.
négykezes zongorajáték következik, Benkő Annát hallhatjuk, Hulten játék az esőben. Thank you.
elsősök voltak, és akik ketten majd következni fognak, ők már első osztályosok, mert Furulyából az oktatási rendszerint 6 év folyam van, és mikor egy általános iskolás gyermek harmadik osztályos, akkor szokott lenni elsős, és hogyha én csak másodikos, akkor hangszeres előképző másodikos, ha mondjuk elsős, akkor hangszeres előképző elsős, és természetesen, hogyha később kezdi, akkor mondjuk akár negyedikes, vagy ötödikes, vagy hatodikos korában is elsősként kezdi, de akkor is 6 év folyam áll rendelkezésre, és hogyha valaki elvégzi a 6 év folyamot, akkor van lehetőség művészeti alapvizsgát tenni, és utána lehet tovább képző évfolyamokon folytatni. De nagyon sokan ezt a hangszert nem feltétlenül arra használják, hogy végigjárják az egész 6 éves rendszerét, hanem szoktak váltani mondjuk fuvolára, klarinétra, zongorára, gitárra, vagy bármilyen más egyéb hangszerekre. De ezek nagyon jó hangszerek, és hogy sokkal több lehetőség rejlik bennük, mint azt régen gondoltuk, és hogy annál sokkal többre érdemesek. Most következzen Novák Emma, aki a Kajoni Kódexből a magyar táncot játssza el, és a Láttál-e már vala című néplet. Művészeti alapvizsgát lehet tenni. Akit előbb hallhattunk zongorázni, Dömötör Bálint idén készül zongorából művészeti alapvizsgára. Viszont Taricska Bálint, akit most hallhatunk, ő már boldog alapvizsgatulajdonos, az elmúlt évben szerezte művészeti alapvizsgáját. Őtőle most Bach G-dur menüettjét, illetve négykezes, Hagwood in the Fastlane hallhatjuk. Thank you.
Szeretnék megosztani. Az egyik, hogy a csütörtöki zeneóráim elmaradnak, tehát jövő héten, hétfőn, illetve kedden várom következőleg a növendékeimet. Továbbá, hogy a második féléves térítési díjak befizetésének vagy átutalásának határideje az február 19-e kedd. Kérem, figyeljünk erre az időpontra. Vagy most a koncert után van lehetőség nálunk az összeget átadni, vagy átutalás esetén, majd ne felejtsük el, az átutalásról szóló viszonylatot eljuttatni hozzá. Befejezésről tehát Németi Varga Norbertet hallhatjuk, aki két darabbal készült, először Fólaú C-dúr szonatináját zongorázza, és ezt követi befejezésről Szokolai Hüvelyk Matyi című kompozíciója. Thank you.
további jó gyakorlást, szép zenélést, mert jövő héten folytatjuk. Egy csoportkép erejéig még azt gondolom, hogy diákjaink fölállnak és lefotózkodunk, és aztán elköszönünk egy viszont látásra, viszont hallásra. Köszönjük szépen!